Mit csináljak akkor, hogyha mindig borzalmas süteményeket süt, és nem szeretném megenni, de megbántani sem szeretném? Tanulj meg varázsolni, és tüntesd el a sütiket. Ez csodálatos! Mit? Hogy csináltad? Mit? De most végre megkóstolom? Mondd azt neki, hogy vallási vagy lelkiismereti okok miatt nem ehet sütit. Tudod, hogy én templomba járok, és már elkezdtem hinni abban, hogy keddenként nem ehetek süteményt. De hát ma szerda van. Ó, tényleg ma szerda van. De hát ennek a sütinek lelke van, és nincs szívem megenni. De meg akarsz bántani? Dehogy is, már eszem is. Tereld el a figyelmét, aztán újra véletlenül a sütire, így biztos nem kell megenned. Hát, ha kell mennem, megkérdezek valamit, jó? Igen, jövök. Oké, várnak. Milyen óra lesz most? Matek. Köszi. Amúgy tök jó a könyv, amit olvasol. Ó, a süti. Hát ezt megmentettem, látom, hogy a székem van. Értem. Na, akkor megkóstolok? Figyú, inkább csak kóstold meg, aztán meglátod. Nagyon finom. És így elolvad a csoki a számba. De, megtanultál sütni? Na jó, bevallom, a boltban vettem. Rájöttem sajnos idővel, hogy nem tudok sütni. Ezt sem én mondtam.